Sziasztok, Bálint vagyok, és ez most egy Deer Hunter fegyverkészítő videó lesz, amiben meg szeretném mutatni, hogy hogyan is lehet fegyvereket készíteni. Mivel egyik haverom elkezdett játszani a játékkal, és panaszkodott, hogy nem pontosak a fegyverek, hát a terep viszonyoknak nem megfelelő a fegyver kinézete, a távcsőnek a célzója kicsit furcsa neki, és ezt szeretné, hogy hát ugye meg szeretné változtatni, és nem tudja, hogyan kell. Nos, bemegyünk ugye a fegyver menübe, és itt van egy fülhogy custom. Utána pedig kiválasztjuk azt a fegyvert, amit fejleszteni szeretnénk. Most például itt nekem már sok van, mondjuk legyen ez. Kiválasztottad, és akkor rámész arra itt, hogy New. És ezután már lehet is testre szabni a fegyvert, például a lőszert, például a 30 és 06-os Springfield lövedék a... Hát én ezt használom, mivel ez elég jófajta lőszer. Nos, ugye a fegyver alapból 150 méterig képes pontosan lőni. Ezt felvihetjük 300-ig. És már is sokkal nagyobb lett a hatótávolság, pontosabban tudunk vele lőni. Hát ugye a távcső, lehet olyat, hogy nincs rajta. Van ez a 3x9-es, van a 4x12-es, és a hőérzékelős távcső is. Én a 4x12-es szoktam használni. Itt látható egy célzó lencse, amit random berak a játék, és ezt testre lehet szabni, akármi erre. Lehet ilyen, de esetleg lehet csak egy ilyen kis pont is. Én nem nagyon szeretem ezt használni, mert ez pontatlan. Én amit igazából javasolok, az ez a fajta, aminek három ága van, egy alul és egy jobbról meg balról. És hogyha esetleg még pályához is szeretnéd igazítani a fegyveredet, akkor itt kiválaszthatsz akármilyen skint. Van ez a világos barna, van ez a sötétebb, van ilyen fehér, ismét egy sötét barna, ez még sötétebb, és van ilyen havas, de ezen kívül még van ez a ilyen lakkozott fa, van szürkébe is, feketébe, ismét egy havas pályához egy skin, illetve még füves területre ez a camouflage, jó, mindegy. Van sűrű erdőbe ez a tipikus terepszín. Ez is egy másik fajtája. Ez már kicsit sötétebb. És ismét így havashoz érkeztünk. Szóval sok fajta van. Itt a fegyvernek ezeknek a mintázatát lehet állítgatni. Jó, most például ez így nem látszik, de hogyha beállítom feketére, akkor láthatjátok. Ott van egy minta és itt. De viszont lehet olyat is, hogy nincs minta a fegyveren, csak így beállítottál neki egy skint.
Igen, ennek a mintának is így kettő fajtája van. Ugye hát a fekete és a fa. Illetve van ez a kis gravírozott minta. És hát lehet még a csövet is változtatni. Most például ilyen sötétebb szürke. Most fekete lett a cső, mint láthatjátok. Így pedig szürke. Nos, hogyha elkészítettétek a fegyvert, akkor két kattal rámentek arra, amely ki van jelölve, hogy New Weapon, és beírtok neki valamilyen nevet. Jó, most én nem akarom magam megerőltetni, beírtam, hogy valami. Nyomunk egy Entert, és már kész is van a fegyver. Bemegyünk a fegyverek menübe, és itt a fegyver, be is lehet rakni, és mehetünk is vele vadászni. Ennyi lett volna az a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, sziasztok!